A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szép estét kívánok, köszöntöm az Agrárinfo nézőit. A Kodolányi János Egyetem együttműködésében az Agora Vidékfejlesztési Alapítvánnyal sikeres programot valósított meg Mezőföldi Mozaik 2022 címmel a térségben. Ennek eredményeiről és a 2023. júliusától induló új képzési, kutatási és fejlesztési programokról sajtótájékoztató keretében számoltak be a projektvezetői. A Kodolányi János Egyetem együttműködésben az Agora Vidékfejlesztési Alapítvánnyal sikeres programot valósított meg Mezőföldi Mozaik 2022 címmel, melynek eredményeiről és a 2023. júliusától induló új képzési, kutatási és fejlesztési programokról sajtótájékoztató keretén belül számoltak be az érintett szervezetek képviselői. Az elmúlt évtizedben Délfehérben egy olyan infrastruktúrális fejlesztési szakaszt vittünk véghez, amely megteremtette annak a feltételét, hogy egy kicsit tovább is gondolkodhassunk, és ennek következménye volt az, hogy a tavalyi évben elindítottunk egy olyan település látogató sorozatot, amelyben végigjárva településeket, tulajdonképpen kíváncsiak voltunk arra, és felmértük azt, hogy milyen a lakosság lelki, szellemi táplálékra való igénye. És én azt gondolom, hogy itt, ha megnézzük azt, hogy a test, a lélek és a szellem egységét meg tudjuk valósítani, hiszen a Kodolányi Főiskolával, Egyetemmel, illetve a Mezőföld Kutatóintézettel, illetve a MAS lakosság bevonásával, a települések bevonásával egy olyan tudásközpontot, egy olyan tudástárat tudunk létrehozni, amellyel az elkövetkezendő időszakban jól sáfárkodva én szerintem hatalmas eredményeket tudunk elérni, mert itt tényleg az élő közösségekre, azokra az emberekre és azokra a fejlesztési irányokra fókuszálunk, amelyeket a jövőben a közösség, ez az élő közösség határoz meg, és ezeket a fejlesztéseket hajtja végre. Nagyon fontos kérdés, hogy a tervek megszülettek, nyilvánvalóan megvalósítás is folyamatban van, de miként lehet ezt megvalósítani úgy, hogy bizonyos értelemben mindaz, ami a tervekben szerepelt, valóban létrejöhessen? Én azt gondolom, hogy a Kodolányi Egyetemről a Tamás már beszélt arról, hogy mivel mi nem csak elsősorban különböző pályázatokra és uniós pénzekre szeretnénk fókuszálni, hanem a helyben meglévő szinergiákra, erőkre is fókuszálni. Hiszen mi elsősorban a helyi tapasztalatokat, a helyi vállalkozókat, azoknak az igényeit és azoknak a lehetőségeit szeretnénk becsatornázni. Természetesen ez szükség van a külső forrásokra is, hiszen manapság már pályázati pénzek nélkül és célzott támogatások nélkül nagyon nehezen lehet boldogulni, de arra azért rá kell jönnünk, hogy ezeknek előbb-utóbb úgyis vége lesz. És akkor is lesz valami, és azok előtt is volt valami. Én azt gondolom, hogy ha a piacból indulunk ki, és azokból a lehetőségekből, amelyeket a helyi emberek teremtenek meg saját maguknak, illetve helyi vállalkozók, üzemek igényeit veszük figyelembe, akkor én azt gondolom, hogy ha ez jól működik, és a kommunikáció oda-vissza alapon működik, akkor mi ezekre jól fogunk tudni reagálni. A projekt szakmai talpontját a Kodolányi János Egyetem dolgozta ki Domokos Tamás vezetésével, és jó esély nyílik arra, hogy a jövőben felhasználják a Mezőföldi Mozaik tapasztalatait. Ez egy nagyon izgalmas, hosszú fejlesztési program volt. 35 települést jártak végig a
a kollégák képviselő úr kezdeményezésére, ahol minden településen nagyon jó hangulatú és nagyon termékeny beszélgetések voltak helyi közösségfejlesztő szakemberekkel, sportegyesületekkel, szociális szakemberekkel, végülis a helyi humán szolgáltató csapatokkal, ha lehet így fogalmazni. És nekünk a legfontosabb üzenet talán az volt az egyetem számára mindenféleképpen, hogy a mezőföld jövője nagyon nagy mértékben az ottani humán erőforrás fejlesztésén múlik. Ehhez mi azt tudjuk hozzátenni, hogy már most új szakokkal jelentkeztünk a képzési időszakban. Örömmel tudom jelenteni, hogy például fehérvári helyszínre visszakerült a kommunikáció szak. Eddig ugye Budapesten volt az egyetemnek csak kommunikációs képzése. Ősztől már Fehérváron is újra elérhetővé tesszük, de a közösségfejlesztő képzés ugyanígy továbbfejlesztésre kerül, a szociális munka szakirányai is továbbfejlesztésre kerülnek, és hát jó néhány olyan igény felmerült, ami nekünk az egyetemen ad egy komoly feladatot és munkát számunkra. Olyan új humán szolgáltatási területeken kell megjelennünk, amelyekre nem is gondoltunk, gyakorlatilag a mesterséges intelligenciához kapcsolódó képzési programokkal, vagy éppen a pedagógiai munka, a digitális pedagógiai munkát segítő támogató programokkal. Tehát kimondhatjuk, hogy határozott jövőképpen rendelkeznek itt a Mezőföld szívében? Én azt gondolom, igen. Ennek a jövőképnek az egyik nagyon fontos összetevője az, hogy az érték, ami nyilván a mezőföldön a meglévő emberekben van, ezt nem szabad elengedni. Pontosan tudjuk azt, hogy ha mondjuk egy fiatal továbbtanulási szándékkal, céllal elköltözik ebből a térségből, sajnos örökre elveszíti a térség azt a fiatalt. Itt az a cél, hogy hozzuk a képzéseket vissza Fehérvárra, hozzuk Fehér megyébe, itt képződjenek azok a fiatalok, akik aztán ennek a térségnek az aktív polgárai, munkavállalói, jövőbeni meghatározó szereplői tudnak lenni. Varga Csaba az újonnan létrehozott intézet vezetőjeként bizonyosabban, hogy olyan jövőképet tudnak a mezőföldön élők számára nyújtani, ami megerősíti a településeket is. Ezen a mozaik program keretében 35 települést látogattunk meg az elmúlt időszakban, körülbelül olyan fél éves időtartamban, és 380 helyi lakossal, ezen kívül olyan 210 területen dolgozó helyi szakemberrel sikerült olyan közösségi beszélgetést lefolytatnunk, amelynek keretében megismerhettük egyrészt a mezőföldi térség településeinek jelenlegi helyzetét, illetve erre vonatkozóan a jövőbeni elképzeléseiket, és fontosnak tartottuk, hogy ezeken a közösségi megbeszéléseken meghatározott irányelvek mentén majd a Kodolányi János Egyetem által létrehozott mezőföld kutató és fejlesztő intézet tevékenységével szolgálni és segíteni tudjuk az ideérkező forrásoknak a minél hatékonyabb és minél magasabb fokú felhasználását. Így segítve magának a településnek és ezáltal az egész térségnek a fejlődését és fejlesztését. Nyilván nagy érdeklődés kísérte, ahogy ön is mondta, ezt a programsorozatot. A jövőbeni tervekhez azonban nagyon fontosak, hogy miként mérték fel, hogy hol, milyen fejlesztésekre van szükség. Ezeken a beszélgetéseken történtek meg, ahol a különböző intézményeknek a vezetői, a civil szervezeteknek a képviselői, annak a munkatársai voltak jelen, és ők meséltek arról, hogy mik azok a kihívások, amelyekkel szembesülnek és a fejlődésüknek a gátjait szolgálják. Ezek nem csak infrastruktúrális fejlesztéseket jelentenek, hanem az emberi erőforrásnak a fejlesztését, a kettőt. Nagyon fontos, hogy egyszerre kezeljük, hiszen egyik sem létezik a másik nélkül. Hiszen hiába fejlesztünk intézményeket, hiába fejlesztünk és hozunk létre új humánszolgáltató szolgáltatásokat, ha ehhez a megfelelő képzettséggel és a megfelelő tudással rendelkező szakembereket nem biztosítjuk. Ez lehet a jövő a térség felzárkóztatásában, hiszen elérhetővé kell tenni ezeket a képzéseket, és ebben nyújt segítséget a Kodolányi János Egyetem, természetesen alulról szerveződő igényeknek megfelelően. A sajtótájékoztatón elhangzott, új tudást, új képzéseket, új módszereket kell elsajátítani és a gyakorlatba átültetni. A 2021 és 2027 közötti időszakban ennek ideális terepe a mezőföld, ahol már jó közösségi alapok, nyitott településvezetők és világos fejlesztési elképzelések is vannak.
A szélsőséges tavaszi időjárás alaposan megviselte a kajszibarack ültetvényeket is. A gárdonyi ültetvény gazdái ezért több fajtát kínálnak, így akár augusztusban is hozzájuthatunk a kedvenc gyümölcsünkhöz. A magyar kajszibarack egyike a legmagasabb áron értékesíthető kertészeti exporttermékeinknek, ugyanakkor a tavaszi fagyok, a virágzáskori dehűlés, illetve a nagy hőingadozás miatt megszokott kajszi mennyiség csupán negyede kerülhet a piacra. Ahogy az egész országban, a gárdonyi borbáskert ültetvénye is megszenvedték a változékony időjárást. Nagyon rányomta a bélyegét az időjárás az idei termésre, nem csak a termésre, de a hazai árakra is. Két hetes fagyvédelem után jött többfajta viharkár. A gyümölcsök termés ingadozása annak is köszönhető, hogy az időjárás nagyon viszontagságos. A tavaszi fagykár után a termésünknek összességében a 30%-a lement, a maradék 70% az elosztódott úgy, hogy volt amelyik kertünkbe ritkítani kellett, volt amelyik kertünkbe pedig 50%-os volt a fagykár. Egy ültetvényünk a 100%-ba lefagyott, ott abszolút egy szembarackunk sem lett. Utána jött egy jégkár, az egyik ültetvényünknél 100%-os jégkár lett. Hál' Istennek a vásárlóink nagyon alaposan leszették a gyümölcsöket a fákról, és így a kárunk valamennyire mérséklődött. Az egyre szélsőségesebb időjárás ismét bebizonyította, elengedhetetlen a gyümölcstermelés átfogó újjászervezése, ezért ma már a borbáskert tulajdonosa is különböző fajtákat helyez előtérbe. Az idei szezonban még 3-4 fajta sárga barackunk fog érni. Ebbe van olasz, kanadai és francia fajta. A magyar fajtáknak a héten a szürete befejeződik nálunk, és utána már csak az előbb említett fajták találhatók a kertünkbe. Szedd magad akciónk a székesfehérvári ültetvénybe befejeződött, csak a gárdonyi ültetvény, az egyik gárdonyi ültetvényünkbe fog folytatódni. Nagyon fontos kérdés, hogy a mennyiség és a minőség hogy alakult annak tükrében, hogy azért az időjárás megtépázta a gyümölcsösöket? Hát az említett jégkárt szenvedett ültetvényben a minőség az katasztrofális volt, tehát a frissen leszedett gyümölcsöket fel tudták a vásárlóink dolgozni. A másik két ültetvényünkben ott nagyon szép termés van, nagyon szép a minősége, árban is megfelelő. Én úgy gondolom, hogy az idei árakhoz képest árérték arányban van. Nagyon fontos, ugye a mennyiségről már beszéltünk, viszont a fajta választék is fontos. Említette már, hogy itt ezen az ültetvényen is számtalan különböző fajta van. Melyik az, ami mindenképpen beváltja esztendőről-esztendőre reményeket? Ez vegyes. Mindig az évjárattól, évszaktól, hanem az évjárattól függ. Van, amikor az olasz fajta jobb, van, amikor a kanadai fajta. Volt már olyan, hogy mindegyik jó volt, de olyan is volt, amikor csak a magyar és az olasz. Tehát ez teljesen változik. Tehát ez az időjárástól változik. Korán sem véletlen, hogy a lédús koranyári gyümölcs nagyon kedvelt a fogyasztók körében, ráadásul a feldolgozóipar és a családok részéről is komoly igény mutatkozik a kajszibarack iránt, ez pedig segítik a Szedd magad akciók is. Ismét rangos elismerést kapott az agárdi csóborpincészet, ezúttal Sirák rozéboruk érdemelte ki a legjobb rozé elismerést az országos borversenyen. Nem telt el sok idő azóta, hogy kihirdették a Vármegye bora elismerés a rangos díjat ebben az esztendőben, a pezsgő kategóriában a csóbor pincészet nyerte, mi akkor gratuláltunk, és most jött. Én azt mondom, hogy ennél bizonyos értelemben nincs feljebb, hiszen ez egy olyan rangos borverseny volt, ahol az ország vezető borászatai jelentkeztek, és hát a Sirák Rozéval a csóbor pincészet nyert. Csóbor Kisali Lindának is köszönhetően, én azt gondolom, hogy ez egy óriási szakmai elismerés.
Hogy fogadtátok ezt az elismerést? Nagy meglepetés volt számunkra, mondjuk olyan nagyon nagy nem, mert azért ez a rozé már több díjat is nyert, tehát már ilyen országos rozéborversenyen, aranyérmet nyert borvidéki borversenyen, tehát azért úgy sejtettem, hogy tényleg jó ez a rozé, hogy jó paraméterekkel rendelkezik, és ugye elküldtük erre a Hegyközségek Nemzeti Tanácsa rendezte országos borversenyre, és annyit tudtunk, hogy aranyérmet nyertünk vele, de amikor az eredményhirdetés volt, és a külön díjakat osztották, és amikor mondták, hogy na, akkor a rozénak a külön díja jön, és mondták, hogy Agádi Csóbor pincészet, hát nagyon meglepődtem, hogy a miénk lett tényleg országos szinten a legjobb rozé. Ez egy nagyon fontos pillanat, és gondolom megerősítést jelent a szakember számára is. Igen, igen, hát teljes mértékben. Nagyon örülünk ennek, hogy ilyen jól sikerült ez a Syrah rozé. Tehát tényleg maga a szőlő is nagyon egészséges volt. Érdekes ugye, hogy 2022-es évjáratnál sok borászat is panaszkodott, ugye elég nagy szárasság volt, aszály volt, és ennek ellenére ez a Syrah rozé tényleg a legjobbakat tudta hozni. Beszéljünk a rozéról. Nagyon sokan azt hiszik, hogy ez egy rózsaszín valami, holott nagyon is jól tudjuk, hogy a fajta válogatás és hát a szakmai út, amíg a rozé az üvegekbe kerül, azért ez egy nagyon komoly feladat a borászok számára is. Igen, tehát már a szőlőnél kezdődik, már a borásznak el kell döntenie a meccésnél, a zöld munkánál, hogy éppen ebből a kék szőlőből most nem vörös bor lesz, hanem rozét szeretnék készíteni. Tehát, hogyha ott már nem úgy készülnek a szőlész és a borász, akkor a végén nem lesz ugye ilyen a végtermék, úgyhogy mi próbálunk úgy kihagyni területeket, vagy úgy szelektálni területeket, hogy pár parcella ad most éppen rozéból fog készülni, és ugye a szüretnél nagyon fontos a szüreti időpont megválasztása, mert azért itt a rozékészítésnél nagyon fontos az, hogy nem teljes érésben szüreteljük, hanem egy pár héttel korábban kell szüretelni, és ez nagyon fontos ahhoz, hogy megfelelő jó kis illata legyen, gyümölcsös, ilyen málnás, szamócás illata legyen a bornak, és ugye a savak, tehát hogy nehogy elégjenek a savak. Akkor jó egy rozé, hogyha friss, ropogós és jó, ilyen gyümölcsös illata van. Ennek tükrében hogy állt össze ez a Syrah rozé, a győztes? A győztes rozé az tényleg úgy készült, hogy ez egy fiatal ültetvény, és próbálkoztunk vele vörösbor készítéssel, és rájöttünk, hogy a Syrahnak idő kell. Tehát egy nagy testes vörösbort akkor lehet készíteni, hogyha már ilyen 8-10 éves az ültetvény. Ő meg egy fiatal ültetvény, még most is még csak egy 6 éves ültetvény volt, úgyhogy itt már tudtam, hogy nincs mese, itt mindenképpen rozét kell készíteni. Úgyhogy folyamatosan mentünk, néztük a szőlő állapotát, néztük a mustfokot, savtartalmat, és egy annyira jó, tényleg harmonikus must és sav arányt találtunk, hogy gondoltam is, hogy ebből ez egy kiváló Syrah rozé lesz. Linda, elismert szakemberként miként látod? Mi lehet az oka annak, hogy egyre népszerűbb a borfogyasztók körében a rozé? Hát nagyon jó tényleg a rozé magába kóstolni, nem csak nyáron, hanem tényleg télen is. Nagyon jó párosítani ugye ételekhez a rozét. A fröccsnek például egy jó kis kerékpár túra után tényleg leül az ember fröccsözni, fröccsnek is nagyon jó. Tehát azért jó a rozé, mert több szempontból is jó fogyasztani. Ez egyébként Európában is jellemző? Hát főleg ugye inkább azt mondom, igen, itt Magyarországon, de az európai országokban is fogyasztják főleg a rozét, igen. Hogyan tovább, hogy áll egyébként most a szőlő, hiszen rendkívül változékony volt az időjárás az idén is. Igen, most azért úgy látjuk, hogy hátrébb van egy kicsit, tehát hidegebbek voltak, a május főleg ugye hideg volt, csapadékos volt, tehát a virágzás is legalább egy 3 héttel később kezdődött el, úgyhogy biztos, hogy nem lesz augusztus eleji írsai szüret, biztos, hogy inkább ilyen 20-a körül szerintem, vagy utána
fogjuk szüretelni, vagy akkor fogjuk kezdeni ugye az írsaival a szüreted, de ez a sok eső azért növényvédelem szempontjából eléggé oda kellett tennünk magunkat, hogy megfelelően tényleg egészségesek legyenek a szőlők, úgyhogy nagyon sok permetezéssel próbáljuk elérni ahhoz, hogy a szüretnél tényleg szép egészségesek legyenek. Pákozdon a Lichpincészet adott otthont a Fáncsi Viktória által ismét megszervezett bormustrának. A találkozón neves szakújságírók bírálták el a borokat. A borászatok számára kiváló lehetőség, hogy megismertessék nemes nedvüiket egy-egy bor bemutatón. Így volt ez Pákozdon a Lichpincészetben megrendezett bormustrán, és hiszen neves szakújságírók bírálták el az Etyek-Budai borvidék szőlős gazdáinak termékeit. Mindenki nagyon örül egyébként egy ilyen lehetőségnek, csak hát nyár van. Ugye most egy kicsit ezzel küzdünk, hogy azért ezt július 6-ára már elég nehéz így a nyaralások miatt összehozni, de azt gondolom, hogy mindenki nagyon jó néven veszi, és örülnek, hogyha mutatkozhatnak a nagy közönségnek és az újságíróknak a boraikkal a borászok. Igen, azt szerettem volna kérdezni, hogy mennyit profitálhat a borász, illetve mennyit profitálhatnak a szervezők, hogy itt tényleg szakértő zsűri, illetve borász szakemberek állapítják meg egy-egy bor minőségét. A borászatok azt gondolom, hogy mindenképpen profitálnak belőle. Ugye ez a borszakírás most nálunk azért még keresi önmagát, én így fogalmaznék, de mindenképp nagyon jó, hogy több szak sajtóban is megjelennek ugye a boraikkal a borászok. Szervezésileg igazából ez még rövid távú ahhoz, ez a 4-5-8 rendezvény, amit én szerveztem. Azt gondolom, hogy hosszú távon biztos, hogy lehet majd belőle profitálni. Én örülök neki, hogyha az én hívószavamra esetleg sajtóorgánumok megmozdulnak és eljönnek kóstolni. Azt kimondhatjuk, hogy neked, illetve a csapatodnak megerősítést jelent, hogy azért a neves borászok is elfogadják a meghívást? Igen, és erre nagyon büszke vagyok, és nagyon hálás is vagyok egyébként nekik, hiszen az indulás óta velem vannak, és hát nem volt egyszerű az indulás, tehát ez mindenkitől áldozatokat követelt, nem csak tőlem, hanem igen a borászoktól is, és az első rendezvényeken azért nem feltétlenül tolongtak sem a borszakírók, sem pedig a vendégek, de hála Istennek eljutottunk odáig, hogy most már érdeklődnek, és előre várják, hogy mikor lehet a helyi borászatokkal legközelebb találkozni. A vendéglátó Lich Balázs számos komoly elismerést tudhat magáénak, sikerei pedig egyre több borásznak nyújtanak motivációt, hogy megismertessék boraikat. Annyi új borászat van a tó körön, egész meglepődtem, amikor elindult a hegyközség részéről ez, hogy legyen egy ilyen rendezvény, hívjunk meg újságírókat, mutatkozzunk be a nagyvilágnak, és akkor én megdöbbentem, hogy a tó körül mennyi új borászat van, és milyen minőségű borokat hoztak. Itt kóstoltuk össze a borokat, és azt kell mondanom, hogy fantasztikus Cabernet Sauvignonokat kóstoltunk, Rajnai Rieslingeket, olyan borászoktól, akiket gyakorlatilag nem is találkoztam velük. És itt vannak Nadapon, és fantasztikus volt. Ahhoz is hozzászokhattunk, hogy a Lichpincészet fantasztikus nedvüket kínál nekünk. Az idén mivel készültetek, hogyan? Hát ugye van a kislányomról elnevezett a Gonoszka nevű gyöngyözőborunk, egy Pinot Noir rozénk, országos rozéborverseny aranyérmes bora lett, és ha már itt van a fiam és pont segít nekünk, akkor az őról elnevezett Tamás válogatás vörösküvével készültünk. Csóbor Kisari Linda a Csóbor Pincészet főborásza számára komoly kihívás, hogy értő szakmai zsűri bírálja el a különböző fajtájú boraikat. Nagyon-nagyon sok mindent jelent, tehát, hogy jönnek az újságírók, és megkóstolják a borainkat, és viszik tényleg a hírnevünket. Általában mindig szoktunk járni ilyen sétáló kóstolókra is, ott is ugye jelen vannak, és visszajelzések is vannak, hogy jönnek a vevők, hogy hallották, hogy milyen jókat írtak ugye a borainkról, és hogy milyen finomak, és mindenképpen szeretnék ugye kóstolni. Ennek tükrében mit hoztatok erre a napra? Ma a csóborpesgőt fogjuk bemutatni, ez lesz a Welcome Drink. Ez egy Chardonnay pesgő, ami 2019-es évjárat. Ugye mindenképpen tradicionális pesgőt készítünk, és már 2,5 éve van finomseprőn ez a pesgő. Nemrég lett ugye degorzsálva, és ezt fogják kóstolni legelőször, és utána pedig azt a rozét, amivel az országos borversenyen a legjobb rozédíjat, nagy díjat nyertük el.
Tihanyi Tamás a Gárdony és Térséke Turisztikai Egyesület térségi szervezetének vezetője is fontosnak tartja a jelenlétet, hiszen a borturizmus a Velencei tó környékén is egyre népszerűbb. Úgy gondolom, hogy napjainkban a borturizmus ma már megkerülhetetlen tényező, így minden térségben, ahol jelen van a bor, illetve a borkészítés, az egy kiváló kiegészítője lehet az amúgy meglévő programoknak az adott térségben. A Velencei tó sem kivétel ez alól. Itt az utóbbi években azt kell, hogy mondjam, egyre élénkebb a szőlészet, borászat, illetve az ezzel foglalkozó kollégáknak a tevékenysége. És ennek kapcsán ez egy jó bemutatkozási lehetőség a Zagárdi Borpart, immár hagyományosan 5. alkalommal megrendezésre kerülő rendezvénye, amely egyrészt a már itt lévő vendégeink számára egy kiváló program lehetőség a hétvégén, másrészt én úgy gondolom, hogy egyre több vendéget vonz kifejezetten ez a program a térségbe. Egyébként motivációt jelent a borászok számára is, hogy egy ilyen rangos eseményen részt vehetnek? Én azt veszem észre, hogy évről évre egyre többen vannak, tehát ez azt jelenti, hogy számukra is fontos, hogy oda kerüljenek a térségbe egyébként is érkező vendégeknek az asztalára, pontosabban a termékeik, boraik oda kerüljenek. Fontos számukra, hogy vendéglátóegységekben, szállodákban, panziókban a helyi borok jelen legyenek. Ez a vendégek igénye is, hogy a helyi termékeket, helyi borokat kóstolhassák. És ez a seregszemle igazából úgy gondolom, hogy a jéghegy csúcsa csak, amikor itt két napon keresztül ezek a borászatok egy helyen, egy helyszínen meg tudják mutatni, hogy mivel is tudnak szolgálni az ideérkezőknek. A bormusra teljes sikerrel járt, neves borászok ragyogó borokat kóstolhattak. Kedves nézőink, köszönöm megtisztelő figyelmüket, találkozunk a jövő héten ugyanebben az időpontban, ugyanitt, viszontlátásra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.